Tisztelt polgármester úr, tisztelt kunkapitány úr, szeretettel köszöntök minden kedves résztvevőt a mai kunviadalon. Nagy öröm számomra az, hogy ezen a fontos hagyományőrző rendezvényen együtt lehetünk. A magyar vidék nem élhet hagyományai nélkül. És itt a Nagykunságban, Kisújszálláson a hagyományok őrzése része a mindennapi életnek, szerves része a hétköznapoknak, és nagyon fontos, hogy kiemeli ünnepeink jelentőségét. Azoknak az ünnepeknek a jelentőségét, amelyek közösség formáló ereje a múltban és a jelenben is jól látható. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én szeretnék gratulálni a Kunszövetségnek, Horváth György kunkapitány úrnak, Kece István polgármester úrnak, Kisújszállás városának ahhoz, hogy egy olyan települési millió fogadja az ideérkezőt, amely mutatja azt, hogy egy öntudatára ébredt, egy büszke, egy igazi nagykunváros Kisújszállás, amely nemrégiben megjelentette a Kisújszállás város története című monográfiát, ahol lovasjátékok, a lovas-nomád harci hagyományok is elevenen élnek, épp úgy, mint ahogy a gasztronómia, a művelődés, a település ismerete is igazán becses érték. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én biztos vagyok abban, hogy ha ezt az örökséget tudjuk ápolni, és tovább tudjuk adni az után következő generációknak, akkor a Nagykunság az mindig több lesz, mint egy puszta földrajzi név. Mindig lesz egy olyan mögöttes tartalom, amely az itt élő emberek értékeit, a munkát, amelyet végeztek, a hitet, amely neki erőt adott, és a nemzet megmaradásában végzett tevékenységüket is kiemeli. Horváth György kunkapitány úrral egyszer beszélgettünk, és ő azt mondta nekem, hogy a hagyományt ő nem csak ilyen relikviának tekinti, nem csak egy régmúlt értéknek, ő megéli ezt, az mindennapjainak is a része, és ez egy óriási dolog. És hogyha mi eljövünk, és itt együtt vagyunk, nemzeti viseletben, a lovas sportokban gyönyörködve, a sport teljesítményeket megcsodálva, hogyha látjuk azok az ételeket és italokat, amelyek a régmúlt korokból fönnmaradtak, és ma is fontos részei a programoknak, családi és közösségi programoknak egyaránt, akkor látjuk azt az erőt, amely a kunember sajátja, amely a mi földünkre jellemző. Én kívánom azt, hogy ezeknek az értékeknek az őrzésében a kisújszállásiak, a nagykunok legyenek kitartóak, úgy, mint eddig, legyünk eredményesek, és minél többen látogassunk el ezekre a rendezvényekre. Kellemes napot kívánok, és élményekben gazdag szórakozás mindenkinek. Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Kunszövetség Mészáros László karcagi lovast részesíti a Sudár István emlékdíjban. Sudár István egy kiváló hagyományőrző kunatyánk fia volt, és óriási munkát végzett azért, hogy a kazak-magyar kapcsolatok újraéledjenek, és kazak lófajta kerüljön Magyarországra. Őrá emlékezünk ezzel a díjjal, amelyet ezúton átadok a kitüntetetnek. Kérem, fáradjon ide! És most forduljunk arra,